Fehér Oroszország és Nikaragua kivételével a világ valamennyi országában szünetelnek a labdarúgó bajnokságok, Belgiumban pedig az ottani szövetség befejezetnek nyilvánította a szezont. Magyarországon egyelőre a valamikori folytatásra várnak a csapatok és a játékosok, akik otthoni környezetben végzik a klub által előírt gyakorlatokat. Így van ezzel Tisler Patrik, a Kisvárda támadója is, akinek elmondása szerint némi könnyebbséget jelent, hogy családi körben kell elviselni a bezártságot. Itt vagyunk a családdal Nyíregyházan, mert azért mi ugye Pesten lakunk igazából, de nem akartunk visszamenni, mert ott elég nagy gócpont van, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy maradunk. Meg hát ugye kaptunk egyéni edzéstervet ugye a Várdától, és azt csinálom ugye minden nap. Utána meg hát a több időm van ugye a családra, úgyhogy itt nekünk van egy kis hátsó kert, ott szokott a gyerek biciklizni, mászókázni, csúszdázni, úgyhogy igazából a családdal telik a nap többi része, van egy másfél órás edzésprogram, és utána igazából csak a család. Normál esetben ezen a héten a Mezőkövesd elleni hazai bajnokira készülne Tisler Patrik, aki egyelőre annak is örülne, ha már labdás gyakorlatokat végezhetne csapattársaival. Tudni kell, hogy igazából itt labda ugye nincs egyáltalán, tehát itt futóprogram van, és igen, az hogy megőrizzük talán hogy a tüdőre, illetve az izomzat ne épüljön le, de hát, hogy így formában maradjál, ahhoz azért kevés. Inkább azt mondom, igen, hogy szinten tartás, hogy talán nem kell a nulláról kezdened, de hát azért nyilvánvaló, hogy egy futballista a labda a fő szempont, úgyhogy az ugye meg nincsen, tehát azért ugye elég rossz így, hogy egyedül edzel, Meg ugye még labda sincs nagyon, úgyhogy ez így eléggé rossz szituáció. Mint a csatár elmondta, a bezártság mellett leginkább a bizonytalanság viseli meg a játékosokat. Kommunikálunk, ugye csapattársakkal szoktunk beszélni, hívjuk egymást, hogy mi újság, mit tudsz, hogy mint merre követjük azért tényleg a újságokat, de ez a bizonytalanság az azért mentálisan azért elég rossz nyilván. Próbálunk kikapcsolni, meg ugye hál' Istennek én azért együtt tudok lenni a családdal, tehát azért ki tudom kapcsolni, ki tudom zárni, de azért minden egyes alkalommal, amikor ugye elindulok egyedül edzeni, akkor ez benne van a fejemben, hogy na, vajon akkor mikor tudok újra futballozni, mikor tudok újra meccset játszani, be tudjuk-e fejezni egyáltalán a bajnokságot, tehát azért elég sok kérdőjel van, és az azért fejbe ezt így helyre kell tenni. Az NB1-ben listavezető Ferencvárosnál a Nemzeti Sport információi szerint már elkezdték a kiscsoportos edzéseket. Az Európai Labdarúgó Szövetség álláspontja az, hogy mindenhol törekedni kell a bajnokságok nyári befejezésére. A szakemberek véleménye szerint egy hosszabb kihagyás követően legalább 3-4 hetes közös felkészülésre van szükség ahhoz, hogy ismét tétmeccsen léphessenek pályára a csapatok.